éppen van egy egyeztető tárgyás, én nem tudom, hogy maga kicsira meg hogy kerül el. Így van, pontosan így. Tudom, a két szerves. Két szervező van, a két szervező nekem ott azt mondta, hogy nem jönnek magánterületre. Ez magánterület. Tessék kivinni a demonstrációt oda, ahol nem magánterület. Ennyi. Itt már nem benne demonstráció folyik. Ez demonstráció. Ez most nem demonstráció. Gyere, Anita, gyere, menjünk oda az Ósembe, jó? Azt majd, Anita, gyere velem az Ósembe. Azt majd a szervezők felosztatják, akkor abban az esetben... Miért mehetnénk be? Minden ember bemehet. Jó. Anita, menjünk az Ósembe, jó? És nem a demonstráció. Mit kapott autó vagy? Mi van? Várjál. Menjünk a tárgyáig. A tárgyáig ki kell menni. Jó? Akkor a következő a megoldási javaslata. Egyenként bemegyünk. Következő a megoldási javaslatom, a demonstrációt innentől befejeztük, és magánszemélyként szépen bemegyünk. Jó, akkor a következő, az autókkal tessenek elparkolni, az autókról tessék eltávolítani az összes kirakott. Jó, autókat elfoglalni, annyit tegyenek meg nekünk, hogy a közforgalomban vissza tudjuk jönni az autókkal, ne az autópályán keresztül. Jó, magánszemély, beparkolunk az autókkal. Magánszemély, tehát jó figyeljen, mit mond. A vége a demonstrációnak az azt jelenti... Megyük az Ósemba vásárolni autókat. Az azt jelenti, hogy nincs kihangosítás, nincs nem ilyen jellegű kijelentéseket csoportosan, nincs transzparensek, nincs megkülönböztetés. Nagyon figyeljük. És nincs alkotmányjogi védelme. Nincs alkotmányjogi védelme. És az Ósem azt mondja, hogy önök kimennek onnan, akkor kimegyön van akkor is. Megyünk vásárolni az Ósemba. Jó, de az Ósem azt mondja, hogy ő nem akarja, hogy ő maga ott vásároljon. Akkor elmegy a kurva anyjába haza, oda, honnan jön. Jó, hát bocsánat. Én azt gondolom, hogy nekünk ne kell ezt további folytatni, azt döntsék el, hogy itt van egy lopott autó. Azért, de mehetünk, vagy nem mehetünk. De most hagyjuk a rendezvényt ebben a pillanatban. Miről volt szó? Arról van szó, hogy ott van benne egy lopott autó. Kérem, hogy a tulajdonost a rendőrség vigye oda az autójához. Jó, ezt kérjük a rendőrségtől, hogy van bent egy lopott autó, itt vannak a papírjai, és a tulajdonos, illetve az üzemben tartó szeretne az autójához oda menni. Ki az, aki hajlandó erre? Ki az, aki hajlandó erre a rendőrök közül? Nem viszem be. De miért nem viszi be? Nem. Oda-vissza mennek a demonstrációs helyszínen, és megviszik. Önök eltérnek a demonstrációt. De most ne a demonstrációról beszéljünk egyelőre, a rendőrség bűnpártolást követel. Nem tudunk arról beszélni, addig nem tudunk semmi másról beszélni. Hát az, hogy ott állunk és beszélünk egymás mellett, most már két hete ellennek semmi értelme. Nem mind az ízás, hogy írják meg a dolgot. Nem szabadja meg a nyíveteket, hogy írják meg a dolgot. Magyarok meg már vannak szarva! Mi van? Mi van a kurvány? Tehát, itt van a most üzemben tartója, nem a tulajdonosa, és az üzemben tartótól egy meghatalmazás, egy gépkocsi ügyében eljárja. Ő azt állítja, hogy ott bent van egy lopott autó, amit tőle eltulajdonítottak. Egyrészt szeretne most oda menni, és igazolni a rendőrség előtt, hogy ez valóban így van. Legyen olyan kedves kísérlem az inkább. Balázs, állítsa föl nekem egy rajt, légy szíves. Jó, tehát azt szeretnénk, hogy a rendőrség most így eljárna, bekísérni a tulajdonost, meggyőződjük róla, hogy az autó egyrészt ott van-e, másrészt valóban jogtalanul van-e oda. Alapos a gyanú, győződjünk meg róla először. Először menjünk be, mi azt tudjuk. Nézzük meg az autót, hogy ott van-e. Így van, nézzük. Gyere, Anita, légy szíves! Gyere! Az Anita majd eldönti, hogy jön-e. Anita, itt vannak a önálló. Önnek jó következményei vannak, és nem eltérnek az... Anita! Eltetszenek térni a demonstrációtól. Gyere már, hát az autó vér, jössz vagy nem jössz. Szabadsérülési eljárás lesz. Ön ellen választunk, hogy rongálódásra következik, nem oda azokra vásárolni, és önök eltérnek az egyeztető tárgyaláson meghatározottak. A probléma az, hogy jelenleg állunk, ez magánterület. A
Az egyeztető tárgyalásokon önöknek elmondtam, hogy magánterületen nem folytathatják le a demonstrációt. Feloszlatjuk a demonstrációt. Hát most jelent demonstráció, az autó. A demonstráció akkor van feloszlatva, hogyha önök onnan elvitték az autót, akkor a megjelenési szabályok betartásával a zászlóra feliratkozni. Ők állítottak oda, nem? Igen, én akartam odaállni. Azt mondták, álljak oda. Hát milyen rendőrség ez? Nem tudja, hogy mit csinál. Egy ember menjen oda, kettő az autósorhoz, ők ott folytatják a demonstrációt, mi meg bemegyünk a kocsidért. Ki lesz az a két ember, aki az autóhoz oda megy, és ott demonstrál? Én visszamegyek az autóhoz. Jó, akkor kettő, ne több, kettő. Zoli, te gyere velünk, te vagy a jogász, basz. Jó? Ne legyen már, van ott két ember, aki visszament? Jó, folytassátok a demonstrációt, ezzel a demonstráció folyamatban van. Ezzel demonstráltok, a demonstráció folyamatban van. Ebben egyet tudunk érteni, ha kettő ember ott marad az autókkal, akkor demonstráció folyamatban van. Ez a magánterület, ahol most itt állunk. Ez magánterület. Ez a Lombardi. Nem. Hanem egy teljesen más. Van arról hivatalos okirat, hogy a ők nem járultak hozzá, hogy mi itt most jelentünk. Igen, akkor mi lejjünk az autódat. Ha nem, akkor itt elhúzok haza, és nem viszik az autódat. Kell az autód, vagy nem? Kell az autód. Gyere Tamás, gyere! Azért jöttünk, nem? Aki ennek a gépkocsinak legyen kedves megnézni, az üzemben tartója, nem a tulajdonosa. Hajkó István az üzemben tartó, akitől van egy meghatalmazása, hogy eljárhat teljes egészében, ő helyette használhatja. És az Anita úgy gondolja, hogy bent van egy autó, ami az övéké, ez a gépkocsi, és ezt jogtalanul tartják ott azon a telephelyen. Kérem, hogy kísérjenek be minket, nézzük meg, hogy ez így van-e. Nem tudjuk bekísérni, mert ez egy magánterület. Mert ha jól tudom, akkor a hölgy ezt tett feljelentést a kapitányságon. Miért? Nem tudom, hogy segíteni nekik. Ellopták a kocsit. Ellopták egy autót. Nem következett be azzal, hogy nem tudom, nekül elvittik a gépkocsiját. Tehát, hogyha valakinek a tudta nélkül elviszik a gépkocsiját, akkor nem követnek el. Akkor én beülök a rendőrautóba, jó? Vigyük el azt a rendőrautót, és akkor beviszem az utakba, és akkor magánterület. Menjetek már a Máté. Na akkor viszont nézzük meg, hogy mi a helyzet most. A Lombard miért furikázhat másnak az autójával? Tudtam erre választ, uram, feljelentést kell tennie, és kivizsgálni. De nem, én most teszünk fel, tegyünk feljelentést most. Le kell mennie a budőrsi rendőrs. Nem, mi itt szeretnénk, ugyanis félő, hogy mire bemegyünk és visszajövünk, addigra az autót eltüntetik, esetleg leveszik a rendszámát, vagy bármi egyebet teszek. Jöjjenek oda és nézzük meg, hogy így van-e. Tehát a magyar rendőrség nem tud segíteni abban, hogy valakinek az autója ott van egy telephelyen, ami az övé, eltulajdonították, és önök ezt a rablást pásolják. Ön most ebben a pillanatban bűnpásolást követett. Hogy a gépjárműben ott van-e még. Egyetem ott van ez a kerítésen kívül is. Miért nem mehetnék oda én most itt kívül a kerítésen kívül? Magánszemélyként szeretnék valóban oda menni. Oda szeretnék menni, és a szememmel meg szeretnék győzni, hogy oda, ahol legutolsóbb tulajdon állt az autó, ott van-e még. Hát ő a szervező is jelenleg megszegte a demonstráció szabályait, amivel megállapodtunk, hogy a szabásért is követ eljelentő. Nincs megszegve a demonstráció. A demonstráció ott folyik. Nem, István, a demonstráció ott folyik, itt mi magánszemély vagyunk itt. Demonstráción kívül vagyunk. Arra hivatkozva mondja a rendőrség, hogy magánszemélynek, hogy a térképszelvényen az Ocean területének van nyilvánítva. Magyar emberek vagyunk, magyar állampolgárok vagyunk, Magyarország határon belül, közterületen. Az, hogy az Ocean ezt a területet használja, mint magánterület, ez megint egy csúsztatás. Mint az is csúsztatás, hogy a rendőrség nem akarja tudomásul venni, hogy itt ezen a telepen kettő lopott autó van, aminek a tulajdonosa itt van, és ő neki kötelességük lenne ezt a jogsértő magatartást megállítani, hogy a lopott autó ott legyen a területen.
Jó, megint, tehát akkor a feljelentést szeretnénk megtenni itt most. Itt magyar állampolgár bárhol megtehetem egy rendőrnél a feljelentést. Rendőrségi törvény 40. Önnél megtehetem? Jó, akkor kérem, hogy filmezzék le a rendőrök nevét, jelvényszámát, és megtagadták azt, hogy segítsenek egy magyar állampolgárnak, amikor egy bűnöző éppen elveszi az ő autóját. A bejelentést megtettük. Megkérdezzük a többi kollégát is. Ön elfogadja tőlem a feljelentést, illetve a tulajdonos terület. Akkor mit keresünk itt a közösségben? Tokászki János. Ez a magánterület. Ez a magánterület. Ön ezt elfogadja? Hajlandó leírni? És kérem, hogy igazoltassák, akik valószínűleg nem engedik meg, hogy oda menjen vissza arra a kijelölt területre, ahol a demonstrációt végig hajlik. Figyelj, ne puha pöcsösködjünk már itt, gyerekek! Akarunk valamit elérni ebbe az országba, vagy nem akarunk? Ha azt akarjuk, hogy hagyod magad kirabolni, akkor puha pöcsösködjünk! Hát nyilván, gyerekek! Ne vicceljünk már! Itt van egy lakásrendőr! Így van, egy lakásrendőr, aki bűnözőket véd! Az előbb önt kértem meg, hogy a telep tulajdonosát igazoltassa! Nem volt rá hajlandó! Hát hova jutunk így? Valószínű... Megnézni, hogy milyen jogalapon van... Egyetlen nézzük már meg azt az autót, hogy ez jogosan van-e ott! Uraim, megjelentés alapján nem teszik a dolgokat. Mi lesz itt? Kérjük a médiát, hogy ezt tárgyalagosan így a médiába közöljék le. A magyar rendőrök bűnözőket védenek. Hivatkoznak mindenféle fasságokra, hogy magánterület, meg ez, meg az, meg amaz. Nos, önök között van olyan valaki, aki végre megnézné ezt a forgalmi, hogy mi a tulajdonosa? Szörveste. Hajlandó rá? Hajlandó megnézni? Hát ez érdekes. Ez érdekes. Miért nem hajlandó? Rendőrök nem hajlandó. Őrzsörmesterek. Senki? Na mi van? Ajaj. Amikor az önök autóját fogják elvenni, akkor mit fognak csinálni? Majd szólnak nekik, hogy menjünk meg. Menjünk megvédeni, ja. Ide, erre az oldalra. Tudok-e egy ügyvédet, igaz? Igen. Aki majd segít önöknek. Hogy visszaszedjék. És mi lesz, amikor majd a házukat viszik el? Ki az, aki hajlandó végre megnézni, hogy ennek a hölgy tulajdonos ennek a gépkocsinak? Félek, hogy jövő hónapban nem kapnak fizetést, igaz? Utána a banknak tudjanak fizetni. És utána meg elhiszik. Mit szeretnének? Rohamozzuk meg a telep helyet, hogy utána letartóztassanak? Engem elkapnának? Mit csinálnának, ha én itt most bemegyek? Mi fog történni? Semmi. Gyertek, úgy látszik semmi lesz. Akkor menjünk. Jön valaki? Anita! Drága szívem! Jössz már el, hogy jössz az autódért vagy nem! Nem jössz? Na hát most azért várjuk már legalább az autó tulajdonosát. Nálad van a kulcsa? Hogy a területet abban az irányban hagyja el. Ön szabályos követ el ebben a pillanatban. Miért követek a demonstrációt? Nincs demonstráció, én nem vagyok a demonstráción. De én most nem vagyok a demonstráción. Felszólítom, hogy a területet abban az irányban a demonstráció helyére hagyja el. Jelen pillanatban én nem vagyok a demonstráción. Azoknak miért nem szólnak a többieknek? Nem magánszemű, önöknek bejelente demonstráció van. Az a demonstráció ott folyik. Így van. Ott folyik. Így van. Vannak ki ott. Van ezzel, hogy szabásértést teszik el követni? Nem követjük szabásértést, mert van, aki ott van a demonstráció. Ez egy magánterület. Ön nem állhat itt. 17 óráig. Közforgalom számára nyitva van ez a terület. 17 óráig önnek bejelentett rendezvénye van. Eltettük oda fáradt. De az folyik az a demonstráció. Menjenek, nézzék meg! Ön magánszemélyként én most nem tud itt állni, mivel ön ennek a rendezvénynek a szervezője. Ezt meg tetszik érteni? Az István is a szervezője. Ön emlékszik rá, hogy azt ön aláírta? Emlékszik rá? Emlékszik rá, hogy az előtt 5 perccel a kapitányságon fogadtuk őt? Megtetszett azt érteni, amit elmondtak önnek? Akkor
Miért az a kapitányságon azt hiszem, hogy én bemegyek ott. Az autózisnak, ahol adják az autót, kiadják. De jelentően én csak besengedek az autót. Nem, mert a demonstráció végén. Tehát arról volt, hogyha megszeretnék... Akkor megszüntetik a demonstrációt. Jó, tessenek visszamenni, letettenek venni a zászlókat, a feliratokat, eltettenek távozni a közlekedési szabályok betartásával, és utána vissza lehet jönni abban az esetben, hogyha ön magány személyként tesznek kíván idejönni. Arra van lehetőség, minden további nélkül. Okay. Akkor legyen kedves. Tudunk visszaérni záróráig. A demonstráció folyik nélkülünk, minden további nélkül. Hát van másik szervező, és ő ott van a demonstráción. Van elegendő számú demonstráló. Mi most időben, az nincs benne a gyülekezési törvényben, hogy a demonstrálóknak végig ez ott kell lenni. Ezt rögzítjük, de tudja róla. Tehát ez folyamatosan szabályosat is követel. Valombaj, egy hónapját jelenti a szabályosat, és jött el az autó. Az miért nem jelenti? Én se gondolja komolyan, amiket mond. Hogy fejezze be a szabálysértést, fogadjon szót a rendbiztos utasításának, menjen vissza a rendbiztos, most olyasmit próbál engem utasítani, amit maga is tud, hogy teljesen hülyeség. Felszólítom, hogy amennyiben nem követi az utasításomat, elő fogjuk állítani szabálysértést továbbfordításra. Mi a szabálysértés? Rendzavarás szabálysértés. Ki zavart itt rendben?